Ezek a kutyák gondos gazdáiknak hála szeretetteljes légkörben nőhetnek fel, de nincs minden állat ilyen szerencsés helyzetben. Magyarországon a kóbor kutyák száma egyes becslések szerint a 300 ezret is elérheti, a menhelyek pedig zsúfolásig vannak. Az ivartalanítás megoldást jelenthet a problémára, hiszen csak 100 ivartalanított kutya esetén már több ezer meg nem született állatról beszélhetünk, akik nem fognak éhezni, nem esnek bántalmazás áldozatául, és nem okoznak problémát az utcákon sem. Jelenleg Kemecsén zajlik ez az összeírás, jelentkezni lehet e-mailben az ivartalanítás.pcas@gmail.com e-mail címen, illetve Újfehértó területén, ahol a zebrendészeti teleppel is együtt dolgozunk, ott pedig egy helyi civil aktivista segítségével szintén, Kemecsén Földi Andrea segítségével történnek ezek az ivartanítások, és a Nyíregyházi Oltató Állatkórházban zajlanak a kemecsei ivartanítások, hogyha valaki be tudja szállítani oltott csipezett állatát, az még jobb, de mindenképpen Andrean keresztül kell történnie. Az állattartás felelősséggel jár, amihez hozzátartozik az is, hogy az állat oltásokkal legyen védve, és szükség esetén ivartalanításon is átessen. A magyar törvények értelmében nem lehet ivartalanítást végezni oltatlan és csip nélküli állatokon, de azt sem fogadja el a hatóság, ha az oltási könyv nincs azonosítóval ellátva. Sok állattartó nem tudja, hogy a törvény a szaporítást is szabályozza. 10 feletti szaporulat, már, tehát áthajlunk már a szaporításba, az már büntethetővé válik, és nem beszélve arról, hogy azt nagyon sokan nem tudják, hogy azzal is törvénytelenséget követnek el, hogyha úgy osztogatnak szét feleslegesen megszületni hagyott szaporulatokat, hogy sem csippel nem jelölik, sem pedig örökbefogadási vagy nagy Isten adásvételi szerződést nem írnak hozzájuk, tehát ezzel is törvénybe ütköző cselekedeteket követnek már el a jelenlegi jogszabályok értelmében. Az ivartalanítás nem csak a reprodukció megállítására szolgál, hanem egészségügyi vonatkozásban is hasznos. Orvosilag igazolt tény, hogy az ivartalanított nőstény kutyáknál visszaszorítható az emlődaganatok, a méhgyulladások, a hímeknél pedig a prosztata daganatok száma. Emellett arra is szép számmal van példa, hogy az addig agresszív kutyák személyiségében pozitív változás áll be.